Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban egy nagyon érdekes tag videót hoztam, ami az Unpopular Opinions book tag lesz. Azért mondom, hogy nagyon érdekes, mert számomra ez a book tag az, ami a legkedvencebb tagem, az összes közül egyébként. Tehát ez az a tag, amit ha bárki kirak, azt én meg fogom biztos nézni, és érdekes egyébként, hogy a csatornára még nem csináltam meg úgy, hogy pont ez a kedvencem, de ami késik, az nem múlik, és a mai videóban ezt fogom nektek megcsinálni, és még az elején itt hozzátenném, hogy hát igen, unpopular opinions, tehát népszerűtlen véleményeket fogtok hallani, tehát lesznek olyan könyvek, amiket én nem szerettem, hogyha neked az a kedvenc könyved, amit én mondjuk nagyon nem szerettem, akkor nyugodtan szeressed azt a könyvet, semmi baj nincsen ezzel. Csapjunk is bele az első kérdéssel, ami nem lesz más, mint hogy egy népszerű könyv, amit nem szerettél. Rögtön ide egy olyan könyvet hoztam, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan szeretnek, és ez nem más, mint Jojo Moyes-tól a Mielőtt megismertelek. Kezdeném azzal, hogy itt egy szegény lányról van szó, akinek semmilyen személyiség fejlődését nem láttuk a könyv során, egy szegény családból származik, és beleszeret egy gazdag, jóképű pasasba. Egyébként az ő szerelmüknek az összekapcsolódását én nem értettem meg, hogy amúgy miért alakult ki közöttük, főleg a lány részéről, hogy miért, na mindegy. Szóval nekem ez a könyv teljesen nem tetszett, szerintem voltak benne helytelen dolgok, amiket nem is tudom, hogy az emberek miért nem látnak, és hogy miért szeretik annyira ezt a könyvet. És ami az egyik legirritálóbb dolog volt ebben a könyvben, az az, hogy az erőszakot használták a történetnek a sors fordulójára, és hogy itt nem akarok spoilereket mondani, inkább írtam egy teljes értékelést Moyra, spoilereset, úgyhogy azt linkelem nektek, hogyha érdekel, akkor olvassátok el, de fú, nagyon nem szerettem ezt a könyvet. Második, egy könyvsorozat, amit mindenki utál, de te szeretsz. Na ez az a rész, amit, amikor kijegyzeteltem a kis kérdéseket ide, rögtön elgondolkodtam rajta, és még így a mai napig nem tudom, hogy van-e nekem egyáltalán ilyen sorozatom, amit mindenki utál, de én szeretek. Szerintem egyébként nincsen. Maximum azt tudnám mondani, hogy a Gyilkos Kegyelem sorozat az, tehát a Halál Szépséges Szolgáló Lányai című sorozat az, amit mindenki elkezd, de sose folytatják a sorozatot, és van, akinek nem annyira tetszik az első rész sem, pedig amik utána jönnek, tehát ez a két rész még, az valami isteni volt, de engem már az első rész is meggyőzött, úgyhogy talán esetleg ezt tudom mondani, hogy a Gyilkos Kegyelem az, amit annyira nem olvasnak az emberek, inkább ezt mondanám, úgyhogy ez lenne ide a válaszom. Harmadik kérdés, melyik az a könyv vagy könyvsorozat, ahol a főszereplő karakter egy szerelmi háromszögben azzal a személlyel jött össze, akivel te nem akartad? Nem fogok spoilerezni, de szerintem ide egyértelmű a válasz, ami Susanna Collins-tól a Kiválasztott, tehát a Hunger Games, az Éhezők Viadala című sorozat. Nagyon nem örültem, hogy a végén itt kivel jön össze Katniss, egyszerűen utáltam a tényt, hogy ők jöttek össze, és nem értettem, hogy miért. Nekem nem volt logikus egyáltalán, meg az sem, hogy miért történt ez a szerelmi háromszög, holott ott volt a másik srác, és ő sokkal jobb lett volna egyébként szerintem. Nektek egyébként mi a véleményetek, mert többségben én ezt szoktam hallani, hogy inkább a másik srácnak kellett volna összejönnie Katnissnek, de ki tudja, lehet, hogy vannak olyanok, akik örülnek neki, hogy mi lett a vége. Robogunk is tovább a negyedikkel, ami melyik az a népszerű könyves műfaj, amiből a legkevesebbet olvasol? Hát, amivel a legkevesebbet olvasok, szerintem az a paranormális műfaj, mert régebben olvastam egy-kettőt, ezt az ilyen obszidiános könyvet, ez a földön kívül is szerelmes könyv, de nagyon ebből a műfajból nem szoktam olvasni, tehát vámpírosokat sem, tehát vámpíros könyveket. Annó az Alkonyatnak az első két részét elolvastam, de azon kívül egyébként semmit nem szoktam úgy nagyon így paranormális könyvek között olvasni. Hogy ez miért van egyébként, azt nem tudom, mert annyira nem taszítanak ezek a könyvek, de inkább jobban preferálok más műfajú könyveket, tehát inkább a thriller, tehát történelmi könyveket,
és ez így valahogy kimaradt nekem. 5. Melyik az a populáris vagy szeretett karakter, akit te nem szeretsz? Trónok harcát fogok mondani, a rengeteg szereplőből az egyiket, aki egyébként egy populáris karakter, de lehet, hogy a végén már az emberek nem annyira kedvelték, de én azt mondom még mindig, hogy egy elég populáris karakterről van szó, aki nem más, mint Daenerys Targaryen. Az elején őt kedveltem, az az érdekes itt, hogy tényleg kedveltem az ő karakterét, mert egy tényleg erős nővé cseperedett, de ahol fejlődött, nem teljesen értek vele egyet, sőt egyáltalán nem. Egy idő után az ő karaktere nagyon unalmas lett, nagyon vontatott, olyan nagy dolgok nem történtek vele. 6. kérdés, ki az az ismert író, akinek egyszerűen nem tudod megkedvelni a könyveit? Ide mindenképpen olyan szerzőt szerettem volna választani, akinek nem csak egy, de 2 vagy több könyvét olvastam már, és végül is Becky Albertarryre esett a választásom, akitől olvastam a Simon és a Homo Sapiens Lobbyt, illetve a The Upside of Unrequited-et, és egyik könyv sem tetszett, tehát inkább az utóbbi könyv volt az, ami egy kicsit elfogadható volt, de egyébként nekem nem tetszett, és tudom, hogy a Simont imádják, a filmet is, és a könyvet is, de egyszerűen nekem valamiért nem tetszett, egy tipikus ifjúsági könyvnek tűnt, és a másik könyv is egyébként kb. Ugyanez. Nem tudom, valamiért Becky Albertarrynek, lehet az írásmódja az, ami nekem egyáltalán nem tetszik, vagy csak unalmasak a történetei, tényleg nem tudom így pontosan. Viszont szeretnék még egy szerzőt megemlíteni, aki nem más, mint Neil Gaiman, és neki 3 könyvét is olvastam, és a Coraline volt az, ami nem volt annyira rossz, meg a Temetők könyve, de a másik könyve az, az Óceános, az már, az nekem tényleg borzasztó volt. Én nem is értem, hogy ez a könyv miért ennyire populáris, meg alapból én valamiért Neil Gaimannek a stílusát egyszerűen nem tudom megszokni. Egy kicsit egyébként hasonlít így érzetren legalábbis nekem Stephen Kingnek a könyvei hozzá, hogy ugyanez van Stephen Kinggel, hogy érdekelnek a könyvei, nagyon jól hangzanak, és hát mégsem tudom őket szeretni, tehát vannak kivételek mind a két oldalon, és valamiért Neil Gaiman egyszerűen nem. Úgyhogy én ővel nem is nagyon szeretnék próbálkozni majd a jövőben. Jöjjön a 7. kérdés, ami mik azok a tipikus sajátosságok könyvekben, amikből már eleged van? Hát ide nagyon-nagyon-nagyon sok van, és főként egyébként, ahogy így nézegettem ezeket a tegeket, hogy ki mit válaszolt ide, mindenki azt mondta, hogy a szerelmi háromszögek, viszont én a szerelmi háromszögekkel el vagyok. Lekopogom, de most még el vagyok velük, és annyira nem zavarnak. Olyan sokat egyébként nem is olvastam itt szerelmi háromszögből szerintem, de engem az szokott a legjobban idegesíteni, hogyha van egy főszereplő lány, és ő különlegesebb az összes többinél, és a másik része mondjuk az, hogy ő egy visszahúzódó lány, és akkor jön egy srác, akibe beleszeret, és megváltoztatja a srác őt, tehát nem, ez nem elfogadható egyáltalán. Illetve főként thriller könyveknél szokott az lenni ilyen alapnak, amit egyébként én már elsolvasok, ha egy könyv ilyenről szól, hogy van mondjuk egy feleség, és egy sötét titok van a családban, és mit tudom én, a férről kiderül valami durva titok, és én az ilyen könyveket egyáltalán nem tartom izgalmasnak, mert tényleg minden második könyv erről szól a thriller műfajban, úgyhogy az ilyeneket sem szeretem, illetve még az, ami most így eszembe jut, hogy ha egy szerző mondjuk nem meri meglépni azt, hogy ne happy end legyen a vége egy történetnek, holott mondjuk pont az illene hozzá, hogy ne happy end legyen, és emiatt mondjuk túl kiszámítható egy könyv, és túl unalmassá válik, úgyhogy van sok ilyen kis sajátosság könyveknél, amiket nagyon nem szeretek, de most így ezek jutnak eszembe. 8. Melyik az a népszerű könyv vagy sorozat, amit egyáltalán nem akarsz elolvasni? Egy ilyen videót már csináltam a tavalyi évben a csatornára, belinkelem nektek ide föl és le a leírásba. Mind olyan könyvek egyébként, amik népszerűek, és mindig divatja van nekik, de én egyáltalán nem szeretném őket elolvasni. Egyébként most, hogyha így mondanom kell párat, akkor az Leiner Laurának a könyvei, amiket így egyáltalán nem is tervezek olvasni, úgyhogy tőle nem szeretnék úgy nagyon semmit, illetve
a normális emberek az még, ami most nagyon populáris könyv, és mindenki ezt olvasta, és mindenki szerette, de valamiért engem hidegen hagy ez a könyv, és még csak a fülszövegét sem olvastam el, mert úgy nem tudom, egyáltalán nem tud érdekelni. Illetve itt van még a két naptávolság, ami szerintem olyan lehet, mint a Csillagainkban a hiba, és nekem egyszer az elég volt, és nem akarok egy hasonló könyvet elolvasni. 9. az az utolsó kérdés, hogy melyik az a könyv vagy könyvsorozat, aminél a belőle készült film vagy tévésorozat sokkal jobb lett. Én ide mindenképpen azt mondanám, hogy André Aciment-től a Szólíts a neveden, amit én annó először filmben láttam, és utána a hatása miatt olvastam el a könyvet, és a film az nekem 10-ből 10-es kedvenc film, de ilyen all-time favorite kedvenc film, egyszerűen imádom, és a sok kis érzelem így újra lejátszódik bennem. És a könyvet is ugye elolvastam utána, aminek egyébként 4 csillagot adtam, tehát nem rossz könyvről van szó, de én még mindig úgy vagyok vele, hogy a filmet sokkal jobban preferálom. Valahogy annyira jól megtudták alkotni ezt a filmet, és annyira jól átjött a 80-as éveknek az érzete, a zenékkel, maga a képi világ, ahogy Olaszországot bemutatták, ahogy bemutatták a fiú és a férfi közötti kapcsolatot, nagyon-nagyon jó volt vizuálisan ezt így látni, és ahogy a szereplők eljátszották a karaktereket, egyszerűen pazar volt, és tényleg Timothée Chalamet az van, ami elképesztő volt ebben a filmben. Hát végére is értünk ennek a tag videónak. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogy tényleg ne vegyétek magatokra, hogyha esetleg pont az egyik kedvenc könyveiteket kritizáltam, vagy ilyesmi. Úgyhogy, hát igen, ez lettem volna ebben a videóban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Megtaláltok Instagramon, Mojon és Goodreads-en, illetve Facebookon is. Minden egy helyen Just the Bookie szólnéven vagyok fent, és találkozunk a következő videómban is. Sziasztok!